világon született egy ákonyblákon. Kicsik és nagyok, bátrabbak és lámpalázassak. Tarka volt a mezőny a 7. szavaló versenyen, amelyre nem csak az újvidéki és környékbeli, hanem temerini, szenttamási, hajdújárási és szabadkai diákok is érkeztek. 117 gyermek 4 kategóriában mérte összetudását. Úgy vettük észre tehát, hogy a gyerekek eltávolodtak a versektől. A mesék birodalmában még ott vannak valahol, de a versek azok nem tartoznak a mindennapjaik. És ezt gondoltuk, hogy megszerettetni, hogy lehet, hogy ilyen megmérettetésen azért megszerettetni velük a verseket. Egyszer volt egy hófehér, bársúrű, sejmesszűrű, csorbafogú kisegér. Színes volt a felhozatal, hiszen Petőfi Sándortól Csukás Istvánig számos költő tollából válogattak verseket a pedagógusok és a gyerekek. Sokkal minőségesebb az egész verseny, úgyhogy valóban nagyon nehéz kiválasztani a kategória győzteseket. Nagy-nagy dicséretet érdemelnek úgy a gyerekek, mint a pedagógusok, akik felkészítették őket. A gyerekek nem titkolták lelkesedésüket és örömüket, hiszen a szereplési vágy és a versengés ott van mindenkiben. Jól érzem magam, főleg a színpadon, hiszen bemutathatom a tehetségeimet. Ezen a versenyen nagyon jól éreztem magam, hát meglehet, hogy a jövőre is el fogok jönni. Reménykedek benne, hogy majd nyárni is fogok valamit. A 4 kategória győztesei könyvjutalomban részesültek, valamint külön díjakat is osztott a zsűri. A szervezők azt remélik, hogy jövőre még többen több településről érkeznek a szavaló versenyre.